És még mindig maradunk az óvodai beiratkozásoknál. Jámbor Zsuzsanna, a Mesevilág óvoda vezetője a vendégem, szeretettel köszöntelek. Hát ma egész nap tévéztek, hiszen délelőtt ott volt a forgatócsoportunk, húsvétra készülődvén a polgármester asszony is meglátogatott benneteket, azonban az ünnepek egy óvoda életében csak egy napot jelentenek. Hétköznapokra készültök ti is állandóan, illetve azokat élitek meg. De miután ünnepre készül az egész ország és az egész világ húsvétra, egy picit az óvoda életébe az ünnepek kapcsán szeretném, hogyha bele tudnánk tekinteni. Mennyire kötődnek az óvodai programok az év neves napjaihoz, a jeles napokhoz? Én azt gondolom, minden óvoda számára nagyon fontosak ezek az ünnepek, mind az egyházi ünnepek, mind pedig a környezetvédelemhez kapcsolódó ünnepek. Mi igyekszünk minél többször a szülőket bevonni ezekbe az ünnepségekbe, mind karácsony előtt, mind most húsvét előtt kézműves foglalkozásokkal várjuk a családokat, szülőket, amelyek ezen a héten zajlanak a húsvéthoz kapcsolódóan. Ilyenkor ajtódísz készítenek, tojást festenek együtt a gyermekükkel, ezek mindig nagyon-nagyon sikeres kézműves délutánok szoktak lenni. Környezetvédelmi ünnepeket is megtartjuk, természetesen ugye a következő a földnapja lesz, ahol ugyanilyen szülős programokkal várjuk a szülőket. Ezeket most például azt tervezzük, hogy a különböző nemzetiségű szüleink be fogják mutatni a saját országukat, tehát van nepáli gyermekünk, kanadai, norvégunk, és ilyenkor akár népviseletbe öltöznek a szülők, bemutatják a nemzeti fő ételüket, illetve játékokkal készülnek a teljes óvoda gyermekei számára és családjaik számára. Ez egy nagyon gyors összefoglaló volt, és nagyon sok információt tartalmazott. Egy picit kibontjuk ezt az egészet, hiszen a tempó egy ilyen korú gyermeknél, amely óvodába jár, nem annyira gyors, mint a mi életünkben. Tehát még képesek vagyunk agyilag átállni egy húsvétra 3 nap alatt, na nem mindig is mindenki, mert azért ezeknek meg kell adni a módját. Hogyan lehet egy ilyen gyermek korosztályt fölkészíteni egy ilyen adott programsorozatra? Egyáltalán például a húsvéti ünnepkörre. Mennyi idővel előtte kezdtek el beszélni a gyerekeknek, vagy készülődni rá? Milyen a szintje a készülődésnek életkorok szerint? Hát azért egy másfél-két héttel korábban a húsvétre elkezdünk készülődni. A kis csoportosok még csak kis nyuszis mondókákat tanulnak, papíralapon felületfestést végeznek, tehát tojást festenek mondjuk papíralapon először. A középsősök azért már mondjuk térben is tudnak tojást festeni más-más technikával, ugye a nagycsoportosok akár a hagyományos berzselés technikát is meg tudják tanulni, vagy viaszolást, tehát hogy próbáljuk az életkornak megfelelően kiválasztani a megfelelő technikákat, illetve ugye maga a locsolóvers is, kis csoportban még csak néhány sor, középső csoportban már azért egy hosszabb, és a nagycsoportosok meg már nagyon komoly verseket tudnak megtanulni, és hát így folyamatosan minden nap egy picit-picit többet foglalkozunk, megbeszéljük ennek a hagyományát, hogy a néphagyomány hogyan őrzi ennek az ünnepnek a mi voltját, beszélgetünk, képeket nézünk, videókat lehet ilyenkor, ugye laptopon keresztül tudnak nézni a gyerekek mondjuk egy hagyományos vödrös vizes locsolásról, és ezen jókat szoktak nevetni, illetve ugye arról beszélgetünk, hogy kinek van vidéki nagymamája, mert ott még ugye nagyobb hagyománya van a locsolásnak, és így egyre inkább felkészülnek a gyerekek ezekre az ünnepekre. Az egyházi húsvéti ünnepkört mennyire kell, illetve mennyire lehet bevonni a népi szokások körébe? Hát a mi óvodánkban ez nem jellemző. A karácsonynál igen, mint Jézus születése, de a húsvéti ünnepkörnél az egyházi vonalat mi nem szoktuk a gyerekek felé közvetíteni, mert azt gondoljuk, hogy ez inkább a szülők dolga. Tehát megmaradunk a néphagyományoknál. Hány gyermeketek van az óvodában jelen pillanatban, milyen csoportbeosztással dolgoztok, vegyesek, vagy pedig életkor szerinti csoportok vannak? Jelenleg 164 gyermekünk van. Ez elég nagy. Igen, igen. Jó, sokan vagyunk. Homogén csoportjaink vannak. Hát két vegyes csoportunk van, az egyik a logopédiai csoport, ahol ugye csak beszédsérő gyermekek járnak, illetve van egy maxi csoportunk, ahonnan tavaly elment 8 nagycsoportos életkorú, és nem érkezett hozzájuk nagycsoportos életkorú, ezért oda 7 kis csoport. Most így beintegráltunk, de az összes többi csoport homogén. A homogén csoportoknak megvan a maga
előnye, és megvan a maga, hát azt nem mondom, hogy hátránya, én azt gondolom, hogy megvan a maga előnye, de hát minden óvoda maga választja ki, hogy milyen nevelési elv szerint dolgozik, és hála Istennek ebben nincsen központosítás. Miért így alakítottátok ki? Ez a te döntésed volt, vagy a kollégáiddal együtt döntöttétek? Ez már egy régebbi döntés volt, igen, tehát ez még az előző vezetés alatt született ez a döntés. Én is ezt maximálisan támogatom, hiszen én azt gondolom, hogy a gyerekek életkori sajátossága teljesen más, mások az igénye, hiszen egy kis csoportos délben már nagyon fáradt, még egy nagy csoportos akkor még örömmel futkározik kint az udvaron. Egy kis csoportosnak szüksége van 2 óra alvásra, míg egy nagy csoportos meg már, főleg egy maxis már nem szeretne aludni. Tehát, hogy leginkább ezek a szükségletek tekintetében azt gondolom, hogy a homogén csoportnak az életét könnyebb szervezni. De persze a heterogén csoportnak is ugyanilyen előnyei megvannak. Illetve hát talán az, hogy egy kis csoport közös beszoktatása biztos, hogy nehezebb az óvónénik szempontjából. Amikor szeptember 1-én 25 kis csoportos sírva megérkezik az óvodába, az egy nehezebb időszak, viszont nagyon könnyű őket egy közösségé kovácsolni, még egy heterogén csoportban, ugye mindig változások vannak. Ugye egy homogén csoportban 3 évig együtt van az adott csoport, egy heterogén csoportban pedig mindig leballag 8 gyerek, jön megint 8 új, megint leballagnak, tehát hogy ott folyamatos változás van, és nem tud egy igazi jó közösség kialakulni. Hallottuk tehát egészen konkrétan, hogy mik az előnyei az életkor szerinti csoportbeosztásnak, és aztán van 2 másik csoportotok, ugye a maxisok, igen, meg a logopédiai csoport. Egy picit megállunk a logopédiai csoportnál, mert egyetlen egy óvodánál sem hallottam még eddig, hogy külön logopédiai csoport jött volna létre. Ez annak köszönhető, hogy elég sok a beszédhibás gyermekünk, hogy valami nem stimmel otthon. Mitől függ egyáltalán, hogy a gyermekek beszédhibásakká válnak? Azt tudjuk, ugye, hogy gügyögni nem szabad a gyerekeknek, igen, mert igyekezzünk minél hamarabb teljesen tisztán artikulálva beszélni. Igazából a logopédiai csoportban nem konkrétan beszédhibás gyerekek járnak, hanem ők beszédfogyatékos gyermekek. Tehát nem csak annyi a probléma, hogy mondjuk a sejpítenek, vagy az ez hangot nem jól ejtik, hanem nekik nagyon komoly beszédértési problémájuk van, illetve olyan nyelvi zavar, amit jelenleg így nem tudjuk, hogy mi okozza, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekünk is van, tehát aki 4 éves lassan, de még nem tud beszélni, és hát legtöbbször idegrendszeri oka van ezeknek a dolgoknak. Tehát hány ilyen gyermek van ebben a csoportban? 13 gyermek vehető fel maximálisan. Ez elég nagy létszám, és az ki is van töltve. Ez minden évben ki is van töltve, igen. Illetve ugye integrálunk is a különböző csoportokban még beszédsérő gyerekeket. Picit próbáljuk meg lebontani ezeket a beszédsérülő gyermekeket, mert azt gondolom, hogy minden egyes eset a többi szülő számára tanulságos lehet. Említetted, hogy van olyan gyermek, amelyik 4 éves és még nem beszél. Ilyenkor mi a feladat? Rá kell bírni arra, hogy beszéljen, vagy olyan környezetet kell teremteni számára, ahol megnyílhat? Mennyire kell otthoni környezettanulmányt folytatni, belefolyni a szülőknek? Hát igazából ezek azok az esetek, amikor nem... Nincs két egyforma? Igen, nincs két egyforma. Hát, mint ahogy 2 gyerek sincs egyforma, ezek az esetek sem egyformák. Nem tudjuk igazából, tehát logopédus heti 3-szor foglalkozik vele, ugye a kis létszámú csoportnak az a lényege, hogy több egyéni foglalkozásra van lehetőség az óvodapedagógusnak, hiszen óvodapedagógus és gyógypedagógiai asszisztens is van a csoportban egyszerre, és hogyha 13 gyerek van, akkor ugye több idő jut egy gyermekre. Hát itt próbáljuk minél hamarabb a beszédet indítani, apró szavak, próbáljuk arra ösztönözni, hogy nem, igen, tehát ugyanúgy, mint a kisbabákat, ahogy elkezdjük tanítani, őt is próbáljuk arra ösztönözni, de valamikor ennek szihés gátja van, tehát hogy az biztos, hogy ezeknél a gyerekeknél nincs organikusokat, tehát nem, tehát se jó a hallásuk, tehát hogy mindig ez az első, hogy megnézik, hogy éppen a hallás, beszélő szervei jól működnek-e, tehát ezeknél a gyerekeknél ez rendben van, de valami gát mégiscsak van, ami miatt nem indult el a beszédfejlődés. Mennyire nyitottak a szülők arra, hogy egy ilyen csoportba kerüljenek bele a gyermekeik? Sok esetben tudjuk, hogy a szülő nem hajlandó elfogadni azt, hogyha valami probléma van, és ezért azt akarja, hogy mindenképpen egy olyan közösségben legyen, ahol nem problémás gyerekek veszik körül.
Én azt gondolom, hogy nagyon hálásak a szülők egyébként nálunk, tehát ők nagyon örülnek, hogy találnak egy olyan helyet, ahol ugye szakemberek foglalkoznak a gyermekükkel, befogadjuk őket, és hogy szeretettel fogadjuk, hiszen ezeknek a szülők, mert van olyan szülő, aki nagyon sok utat megjárt, nagyon sok óvodába járt, nem úgy kudarcélmények voltak. Igen, igen. Tehát a gyerek részéről, szülő részéről is, és ők leginkább nagyon hálásak, hogy mi be tudjuk őket fogadni, és el tudjuk látni. Van-e rajtatok kívül itt a kerületben, a 6. kerületről beszélünk, ugye Terézvárosról, olyan óvoda, amelyik ilyen logopédiai csoporttal rendelkezik? Nincsen. Sőt, nincs a környéken és sem. És a környéken sem. Tehát ez azt jelenti, hogyha be is töltődött a 13-as létszám, akkor erre maximálisan igény van. Igen. Ha lenne több lehetőségetek, lenne több jelentkező? Hiszen azért gondolom a környékből jönnének akkor. Hát igen, tehát jelenleg is azért most évközben is bent az óvodában már bent lévő gyerekek kaptak beszédfogyatékos státuszt, tehát ők már szeptembertől abba a logopédiai csoportba fognak kerülni, illetve hát ilyenkor nyáron rengeteg felkérés kapunk az országos beszédvizsgálótól, hogy fel tudjuk-e venni az adott gyereket. Tehát, hogy ilyenkor jönnek a megkeresések, meg most folynak a vizsgálatok ezekben az időszakokban. Át tud-e kerülni, hogyha egy gyerek jó fejlődést mutat ebből a logopédiai csoportból, át tud-e kerülni, vagy vissza tud-e integrálódni a hagyományos csoportokban? Van rá lehetőség, persze. Tehát, és például? Hát egyelőre nem volt. Tehát mind ha a szülő, a pedagógus, logopédus azt látja, hogy a gyerek már tényleg nagyon ügyes és jól tudna működni egy normál csoportban is, akkor van rá lehetőség, viszont a szülők szeretik, hogy ide jár a gyerek. Pont a kis létszám miatt. Tehát ennek is megvannak a maga előnyei. Igen. Ezek a gyerekek segítik-e egymást? Milyen az egymáshoz való viszonyuk, a társas kapcsolataik? Mennyire vonhatóak be azokba a hagyományos óvodai programokba, mint a többiek? Maximálisan részt vesznek minden programunkban, tehát ugyanúgy működnek. Nem, tehát hogy azért ez, mondjuk egy olyan gyerekünk van jelenleg, aki mondjuk nem beszél, de az összes többi gyermek beszél. Sőt, van olyan gyermekünk, aki gyönyörűen beszél, viszont a beszéd értésével van gond. Tehát, hogy van olyan gyerekünk, akinek észre sem lehet azt venni, hogy ő mondjuk beszédfogyatékos, csak ha elkezdünk vele beszélgetni, nem tudunk, mert nem a kérdésre válaszol, mert nem érti azt meg, hogy mi mit kérdeztünk tőle. Viszont ő magától bármiről tud beszélni, magas IQ-val rendelkezik, tehát csak a beszédértés a gond nála. Mennyire érdekes, mennyire színes a világunk, és mennyire sokfélék vagyunk, igen. Erről jutott az eszembe. Két nyílt napot fogtok tartani, 18-án és 25-én. Azért van pont a két nyílt nap, hogy az egyiken a hagyományos csoportok lesznek bemutatva, a másikban pedig pont ez a speciális csoport? Nem, mi azt gondoltuk, hogy ugye pont húsvét utáni kedd ez az első alkalom, hogy talán ott még több család vidéken van elutazott, tehát hogy még 25-én legyen lehetőségek a családoknak, hogy bepillantsanak az óvoda életébe. Nálunk délután van a nyílt nap, tehát délután 4 órakor várjuk a szülőket a gyermekükkel együtt, és igazából milyen játszó délután tartunk. Tehát van lehetőség megnézni az óvodát, de nem szeretnénk, hogyha az óvodába járó gyermekek életét így felbolygatni, ezért inkább azt választottuk, hogy délután ott van lehetőség megismerkedni már a leendő kis csoportos óvónénikkel, ők meglepetéssel készülnek a hozzánk látogató kicsinyeknek, illetve együtt kézműveskednek, játszanak, és amíg az leendő óvónéni és a gyerekek játszanak, addig én tudok beszélgetni ott bent a csoportszobán belül a szülőkkel. Mennyire érdekes, hogy minden óvodának mások a specialitásai, és máshogy rendezi be a saját nyílt napját. Egy picit térjünk rá az óvoda adottságaira, hiszen 2 éve vettétek birtokba az új épületet, az átalakított szép új épületet. Mennyi sikerült belakni, mennyire funkcionál jól az újonnan átalakított mesevilág óvoda? Hát mi azt gondolom, nagyon-nagyon szerencsések vagyunk ezzel az épülettel, hiszen minden csoportszobánk nagyon-nagyon tágas, világos, egész nap a természetes fény jut be a csoportszobákba. Van egy gyönyörű szép nagy tornatermünk, ami ugyanilyen világos, rengeteg mozgásfejlesztő eszközünk. Ugye a kiszolgáló helységeink, tehát 4 fejlesztő szobánk van, ahol a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok tudnak dolgozni. A dolgozók munkakörülménye is, én azt gondolom, kimagasló így a kerületben, hatalmas nagy nevelői szobánk, öltözünk, tehát abszolút nagyon-nagyon szerencsések vagyunk ezzel az épülettel, illetve hát maga ez egy modern épület, nagyon szép,
Én azt gondolom, az is egy nagy szerencs, hogy ugye nincsenek, nem társas házban vagyunk, mert ugye azért sok óvodának ez is hátrány, én azt gondolom a kerületben, hogy egy lakók vannak ott, ahol ők az óvodai életüket élik, ugye mi egy teljesen különálló épület, ami nagyon-nagyon jó helyen is van, tehát közel az András úthoz, hogyha mondjuk a gyerekek szeretnének kirándulni a ligetbe, akkor néhány perc alatt kiérünk, vagy állatkertbe szeretnénk menni, ugye az nagyon közel van, vagy ha föld alattival közlekedünk, ugye az is csak egy pár perces séta, úgyhogy nekünk ez egy nagyon szuper hely. Milyen a nevelői gárdátok? Nevelői gárdánk, én azt gondolom, hogy most megfiatalodott, tehát, hogy többen nyugdíjba mentek az óvodából, úgyhogy egyre fiatalabb óvodapedagógusaink vannak. Én azt gondolom, nagyon-nagyon most már összeszoktunk, tehát, hogy amikor megépült az óvoda, új óvodapedagógusokat vettünk föl, de most már egy jó kis közösséget alkotunk. Nagyon aktívak, kreatívak. És mennyivel másabbak a fiatal óvónénik, és mennyire van szabad keze egy óvónéninek, vagy annak az óvodai csoportot vezető tímnek abban, hogy ők mit és hogyan csinálnak? Hát ugye az óvodának van egy saját pedagógiai programja, illetve van egy munkatervünk, ami alapján dolgozunk az adott évbe, tehát hogy ehhez nekik alkalmazkodni kell, de hogy tehát ugye a csoporton belül ők hogyan élik a saját kis életüket, abban teljesen szabad kezük van. Tehát az, hogy milyen verset szeretnének, milyen éneket szeretnének. Ők a szülővel szeretnének elmenni, külön kirándulni, vagy hétvégén találkozni. Tehát ez minden óvónénire szabadon rá van bízva, és mindenki úgy szervezi a kis csoportját, közösségét, ahogy ők szeretnék. Visszatérek a kérdésnek az első részére. Milyenek a fiatal óvónénik? Mennyire lelkesek? Mennyire van bennük hit? Mennyire vonzó ez a pálya? Mennyi az elhagyása a pályának? Akik nálunk dolgoznak, óvónénik, ők nagyon-nagyon lelkesek, tehát hogy ők újult erővel kezdenek a munkának. Persze gyakran elszontyolodnak, gyakran éri őket kutalc, tehát hogy nagyon nehéz néha a gyermekekkel, és ők ugye most tapasztalják meg a valóságot, mert ugye amikor gyakorlaton vannak, az azért egy más szituáció, hiszen ott az óvoda, a pedagógus, aki segíti az ő munkáját. Most már ez egy éles helyzet, és itt azért néha nagyon-nagyon nehéz helytállni, de azt gondolom, hogy nagyon lelkesek, és nagyon jó új ötleteket hoznak be az óvodába. Illetve ugye vannak nálunk főiskolai hallgatók az ELTÉ-ről, ők másodévesek jelenleg, ők is még lelkesek, ott azért már halljuk, hogy ő már nem szeretne inkább óvónéni lenni, de hát most már ugye kijárja a főiskolát, tehát azt nem tudjuk, hogy mennyi a pálya elhagyó, nagyon sokan külföldre készülnek közülük is. Tehát, hogyha végeznek, akkor mennek. Tehát akkor a Magyarországon végzett óvodapedagógiai diplomával rendelkező fiatalok, azok eurokonformok, hogy úgy mondjam, tehát nyugodtan tudnak menni. Hát, hogy babysitternek mennek, tehát, hogy nem is óvodapedagógusnak. Dadusok. Mennyire vagyunk ellátva dadusokkal? Dajka nénink maximálisan, tehát, hogy ugye most már mindenki, tehát hogy minden dajkai végzettséggel rendelkezik, tehát hogy kijárták azt az iskolát, amely által ők dajkák lehetnek. Úgyhogy tehát hogy a dajkák megfelelő számban vannak az óvodában. Hát óvónéniket azért keresni kell. Tehát, hogy nyáron is megy el kollega, és akkor viszont állást kell hirdetnünk, és nagyon kevés az óvónéni, mint Budapesten, mint vidéken sajnos. Pedagógiai asszisztensből hogyan álltok? 3 pedagógiai asszisztens dolgozik az óvodába, 1 a logopédiai csoportunkban, és 2 pedig hát mindig a kis csoportosok életét segíti. Illetve ahol szükség van rájuk, tehát hogy ők ilyen, épp ha valaki úszni megy, akkor velük megy, ha valaki kirándulni megy, akkor őket kísérik, tehát hogy így ők ilyen mobil alkalmazásban állnak. Hogyan működik mondjuk egy ilyen nagy létszámú intézménnyel, sok pedagógust alkalmaz óvodánál, hogy hogyan osztoznak meg az óvodai asszisztensek között, pedagógiai asszisztensek között a csoportok? Hát szükség szerint, tehát tehát akik ilyen mobil pedagógiai asszisztensek, ott leültünk és megbeszéltük az adott pedagógusokkal, hogy mondjuk amikor ők nekik nagy mozgásuk van és mennek a tornaterembe tornázni, oda szükség van pedagógiai asszisztensre. Ha van olyan nap, amikor az egyik pedagógus csak egyedül van, azon a napon ő természetesen pedagógiai asszisztens kap. Tehát, hogy a szükséglet szerint osztjuk őket. Tehát akkor gyakorlatilag minden nap át kell gondolni a beosztást, hogy éppen... Beállt ez már. Igen, de hát valamikor azért kell
kell, igen, végig kell gondolni, hogy változás szükséges. Mi az, ami a te nevedhez fűződik ebben a mesevilág óvodában? Hiszen amikor átvetted az intézményt, gondolom volt egy elképzelésed. Mm. Mit sikerült megvalósítani belőle? Hát amikor ugye átvettem, egyrészt a fő cél az volt, hogy az óvoda megújuljon, a költözés rendben menjen, ami ugye meg is történt. Azóta elnyertük a Zöld Óvoda címet, amit már ugye az én vezetés, ezt ugye most kaptuk volna idei nevelési évbe. Ugye maga a sajátos nevelési igényi gyermekek ellátása, tehát hogy más típusú sérült gyermekek fogadását is ugye megvalósítottuk azóta. Ez hát illetve újabb is. Ünnepeket, tehát hogy újabb ünnepeket teremtettünk, alkalmakat, amikor a szülők még inkább be tudnak kapcsolódni az óvodai életbe. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, kedves nézők. Tehát a Mesevilág óvodában április 18-án és 25-én délután 4 órakor várják a szülőket és a gyermekeket a nyílt nappal, hogy megismerkedhessenek az óvoda életével. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Köszönöm.